Sziasztok, itt Karen, és üdvözöllek titeket a csatornámon. A kommunikáció egész életünket végigkíséri. Születésünktől fogva verbális vagy nonverbális módon kommunikálunk egymással, napi szinten beszélgetünk másokkal, és ennek ellenére, hogy ennyire fontos szerepet tölt be az életünkben, mégsem tanuljuk meg az iskolában, hogy mi lenne a helyes vagy kellemes módja a kommunikációnak. Azt hiszem, hogy mindannyian kerültünk már olyan helyzetbe, amikor egy olyan társalgó partnerrel sikerül beszélgetést kezdeményezni, akinek nem igazán áll be a szája, és akivel nem nagyon tud feltölteni a beszélgetés, épp ellenkezőleg a végére úgy érzed magad, mint akit leszívtak, és legszívesebben csak ledülnél egy kanapéra és bámulnád a falat. Ennek sok oka lehet, nem feltétlen a téma az, ami rosszul van megválasztva, sokszor egyszerűen apró kommunikációs bakik azok, amik úgymond egy kicsit meg tudják keseríteni a beszélgetéseket, vagy éppen kellemetlenné tenni az egyik vagy a másik félnek, vagy akár mind a kettőnek. Annak érdekében, hogy a hétköznapokban az interakcióid mind számodra, mind a másik fél számára kellemesek legyenek, összegyűjtöttem 8 tippet, amit én a jó beszélgetés titkának tartok. Első. Hallgasd meg a partnered. Ez lehet, hogy olyan alapnak hangzik, azonban sok alkalommal úgy veszem észre, hogy mégsem az. A lényegi pont ebben, hogy ne azért hallgasd a másikat, hogy te majd válaszolni tudj, hanem azért, hogy megértsd. Könnyen lehet, hogy ha valaki mással beszélgetsz, akkor azt érzed, hogy nem egyezik a világnézetetek, vagy más véleményen vagytok, de ez nem feltétlen jelenti azt, hogy becsukott fülekkel kell végigülni a beszélgetést. Ha nyitottan állsz afelé, amit a másik mondani akar, és igazán megpróbálod értelmezni és figyelembe venni az ő szempontjait, az nagyon sokat fog segíteni abban, hogy ne csak fizikailag, hanem szellemileg is légy jelen a beszélgetésben. Tekints minden egyes emberre úgy, mint új tudás forrására. Mivel nagyon jól tudjuk, hogy az emberek általában szívesen hallanak, illetve olvasnak olyan véleményeket, vagy akár cikkeket, tudományos cikkeket, amelyek a saját véleményüket támasszák alá. Éppen ezért igyekez befogadni minél inkább a más véleményt, mert ezzel megkapod az ellenoldal érveit is, és a saját véleményedet is tudod ezután majd árnyalni. Kettes. Ne halmozd el a másikat kéretlen tanácsokkal. Ha találkozol egy barátoddal, egy ismerősöddel, aki esetleg panaszkodni kezd neked, vagy elmeséli, hogy épp milyen nehézségeken megy át, nem feltétlen várja azt tőled, hogy te ezeket a nehézségeket, problémákat ott helyben megold. Az embernek néha egyszerűen szüksége van arra, hogy kiadhassa magából a feszültséget, hogy beszélhessen arról, hogy mi a jelenlegi kihívás vagy kihívások az életében. Ha a másik fél nem kér kifejezetten arra, hogy adj neki tanácsot egy bizonyos ügyben, akkor könnyen lehet, hogy abban a helyzetben az empatikus hozzáállás számára sokkal többet jelentene. Hallgasd őt meg, próbáld megérteni, és hidd el, hogyha már együttérzően állsz a témához, az is nagyon sokat fog tenni a másik számára. Ellenben sok esetben, hogyha kívülállóként racionálisan hallgatsz egy történetet, és egyből számodra logikusnak tűnő megoldásokkal halmozod el a másikat, az könnyen lehet, hogy számára a csalódottság, illetve a meg nem értettség érzését fogja okozni. Természetesen ez nem érvényes arra az esetre, ha valaki konkrétan a tanácsodat kéri, akkor nyilván azért ezt ne utasítsd el. Harmadik, és nem tudom eléggé kihangsúlyozni, hogy ez mennyire fontos, de ne vágj a másik szavába. Szerintem ez az egyik legjelentősebb pont, és mégis az egyik leggyakoribb hiba, amit az emberek elkövetnek. Mindenkiben elő szokott jönni az érzés, hogy valami eszembe jutott, ezt a többieknek is hallani kell. De ha félbeszakítod a másik mondandóját, azzal nem csak, hogy nem engeded azt, hogy ő végigmondja a saját gondolatmenetét, de azt is érezteted vele, hogy amit ő mond, az nem olyan fontos, mint amit te szeretnél mondani. És azt hiszem, hogy a másikban ilyenkor milyen érzések fogalmazódnak meg, azt nem nagyon kell túlmagyarázni, hiszen mindannyian átéltük már azt, hogy belénk folytották a szót. Ilyen esetekre egy plusz tippet is szeretnék adni. Hogyha azt észleled, hogy egy társaságban valaki rendszeresen a másik szavába vág, ha már befejezte a mondani valóját, kedvesen megjegyezheted, hogy bocsi, XY akart valamit mondani, és amúgy engem tökre érdekelne, hogy mi volt a mondani valód. Folytatnád? Azzal, hogyha rákérdezel, mit is szeretett volna mondani az a bizonyos személy, legalább megadod a lehetőséget, hogy még ha utólag is, de elmondja, amit szeretett volna. Még ha a félbeszakítottság kellemetlen érzése nem is múlik el teljesen, de legalább részben oldódhat. 4. Ne tereld folyamatosan magadra a szót. Ezt a pontot kimondottan néhány ember ihlette, akik mániákusan saját magukról szeretnek beszélni, de úgy gondolom, hogy ez nem csak őket érintő probléma, hanem olykor-olykor mindenkivel megesik, ezért érdemes megemlíteni. Ha valaki azt mondja neked, hogy jaj, annyira sokat kellett dolgoznom ezen a héten, meg sem tudtam állni, hogy pihenjek egy kicsit, akkor nem feltétlen az a legjobb válasz, hogy hát én még annál is többet, még aludni sem tudtam. Persze nem azt mondom, hogy egyáltalán ne beszélj magadról, mert nyilván egy baráttal azért találkozol, hogy megosszátok egymással, hogy mi történik az életetekben. Viszont ha akció nélkül hagyod azt, amit a beszélgető partnered mond, és magadra tereled a szót, ismét csak azt fogod éreztetni, hogy te fontosabb vagy, mint ő.
És ahogy már mondtuk, neked nem kell megoldást találnod arra, hogy ő miért dolgozik olyan sokat. Tök jó, hogyha erre csak azt reagálod, hogy ú, basszus, hát elhiszem, de a jövő heted lazább lesz már. A partnered egyből érezni fogja, hogy együtt érzel vele és érdeklődsz iránta. És hidd el, bátran engedhetsz szeret a másik mondani valójának. Ideális esetben egy érzelmileg kielégítő beszélgetésben mind a kettő fél kérdezni fog, és mind a kettő fél meg is hallgatja a másikat. Úgyhogy, ha csak a beszélgető partnered nem tartozik épp a közé a néhány ember közé, akik miatt ezt a pontot beletettem a videóba, akkor minden rendben lesz. Hogyha pedig mégis közéjük tartozik, akkor bátran küld el neki ezt a videót. Remélhetőleg egyértelmű jelzés lesz. Ja, és ha azért nézed ezt a videót, mert neked már úgy küldték, akkor... nem tudom, melyik oldalon voltam, de... 5. Tedd el a telefonod. És ezt nem csak úgy értem, hogy ne kezdj el pötyögni rajta, meg másokkal beszélgetni egy kávézás közepén, hanem tedd el a látóteretekből. Kutatások bizonyítják, hogy a telefonnak már csak a látványa gyengíti a koncentrációs képességet. Márpedig ugye egy találkozás és egy beszélgetés során az a cél, hogy tényleg oda tudjatok egymásra figyelni. Ha lehetséges, akkor halkítsd le a telefonodat és tedd be a táskádba. Amennyiben az a probléma, hogy az időt a telefonodon szoktad ellenőrizni, erre van egy nagyon egyszerű és egy nagyon kézenfekvő megoldásom. Óra. Hisz te magad is észrevehetted már, hogy a felugráló messenger értesítések mennyire meg tudnak zavarni. Akarva akaratlanul is odapillantasz, elolvasod, hogy mit írnak, és már nem is vagy ott teljes mértékben a beszélgetésben. 6. Figyelj arra, amit a másik mond. És ezt nem csak úgy értem, hogy hallgass, hogy mit mond, hanem igyekezz emlékezni is arra, hogy mit mesél neked. És amikor legközelebb találkoztok, kérdezz rá arra, amiről a legutóbb mesélt. Például, hogy hogyan haladsz azzal a könyvvel, amit múltkor említettél, hogy olvasol. Utána néztem, és tényleg tök jónak tűnik. A másik félnek elképesztő jó érzés lesz az, hogy te emlékszel arra, amit ő mondott, hisz ez azt jelzi számára, hogy te odafigyeltél, és valóban érdeklődve figyeltél oda a mondani valójára. Tudom, hogy irreális azt feltételezni, hogy egy beszélgetés minden egyes pontjára lehet emlékezni, de hogyha valóban figyelemmel fordulsz a másik felé, akkor ezt ő is viszonozni fogja feléd, és persze ez majd erősíti a kapcsolatotokat is. 7. Ne félj a csendtől. Valamiért a nyugati kultúra társadalmaiba beleívódott a kínos csend kifejezés. És igen, van rengeteg helyzet, amikor tényleg rohadt kellemetlen tud lenni, hogy azért van csend, mert senki nem tud mit mondani a másiknak. Viszont vannak alkalmak, amikor nem kifejezetten van szükség szavakra ahhoz, hogy kifejezd az érzéseidet vagy a reakciódat. Egyes távol-keleti országokban kimondott kultusza van a csendnek. A csendre nem úgy tekintenek, mint kellemetlen szótlanságra, hanem mint bizonyos üzenetet hordozó reakcióra. Bizonyos szituációkban, helyzetekben kimondottan illetlennek tartják azt, hogyha az ember szinte erőltetetten szólal meg. Csak hogy egy példát mondjak, hogyha valaki egy személyes tragédiáról beszél, akkor nem feltétlen kell megszólalni azokban a pillanatokban, amikor ő esetleg elhallgat. Bár már megszoktuk, hogy a párbeszéd úgy működik, hogy az egyik fél beszél, és amikor elhallgat, jöhet a következő. Ideális esetben, ugye, hogyha nem vágunk bele a másik szavába. És ezért egyfajta kényszert érzünk arra, hogy amikor a másik elhallgat, akkor mi megszólaljunk. De hogyha vannak olyan pillanatok, amikor úgy érzed, hogy egy arckifejezéssel vagy egy érintéssel jobban el tudod mondani, amit szeretnél, akkor engedd el a verbális eszközöket. 8. Kérdezd a másikat az érzéseiről. Sokszor a beszélgetések egy objektív szinten maradnak. Az emberek beszélnek eseményekről, időpontokról, helyszínekről, olyan dolgokról, amik nem igazán igényelnek szubjektív érzelmi megközelítést. Gondolj bele, hogy gyakran egy csomó időt és energiát ölünk abba, hogy valakivel találkozni, valakivel beszélgetni tudjunk. Aztán a konverzáció megmarad végig ilyen felületes szinten, és úgy megyünk haza, hogy nem tudtunk igazán mélyen kapcsolódni egymáshoz. Próbálj a felszínnél egy kicsit mélyebbre ásni. Kérdezd meg, hogy hogyan érintette őt az esemény, milyen érzés volt találkozni valakivel, vagy hogy legközelebb is úgy érzi, hogy szívesen elmenne el bizonyos helyekre. Ezzel egyrésztről eléred, hogy többet osszon meg magából, jobban átadja a személyes élményeit, másrésztről pedig te magad is jobban fogsz tudni kapcsolódni a sztorihoz érzelmileg. Ezt a 8 tippet szerettem volna megosztani veletek, őszintén remélem, hogy hasznos volt számotokra. Hogyha bármilyen további tippetek van, akkor azt kommentben osszátok meg, mert ez rendkívül hasznos lehet mindenki számára. Köszönöm szépen, hogyha ma is velem voltatok, és remélem, hogy nem sokára újra találkozunk. Sziasztok! Can we just talk? Can we just talk?